a Vajdasági Magyar Diákszövetség évről évre egyre szélesebb körű szórakozási lehetőséget igyekszik kínálni a Gólyabál során a fiataloknak. A már jól bevált két helyszínt idén is megtartották, így a kisteremben az elektronikus zene kedvelői, a nagyteremben pedig a rockzene rajongói szórakozhattak, ahol a Frontembers, a Baraparti és a Fingerbang lépett színpadra. Ma este feldolgozások lesznek, vagy azért csempésztek be saját számokat is? Saját számokat is fogunk játszani, de inkább feldolgozásokat. A Gólyabálra Vajdaság minden részéről érkeznek a fiatalok. Közülük idén 200 felett volt az első évesek száma. A rendezvénynek ezúttal jótékonysági jellege is volt. Erre a célra egy külön dobozt állítottak fel, amelybe pénzt helyezhettek a résztvevők egy rákos kislánynak segítésére. A résztvevők egy harmada fölismeri ennek a fontosságát, akkor igazán hozzájárul ahhoz, hogy egy kislány az újra a teljes életét tudja élni. A Diákszövetség következő programja a Művész Keddek elnevezésű rendezvény lesz, melyet szintén november folyamán tartanak meg. Ennek kapcsán egyéni alkotásokat, illetve megmutatkozni vágyó fiatalok jelentkezését várják az aktivisták.